Sziasztok! Ma azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok kicserélni az ékszíjat ebben a fajta Samsung mosógépben, vagy ebbe a fajtába, mert ez a két Samsung mosógép teljesen ugyanaz belülről. Ugye ezekben még kefés motor van, és amelyik mosógépben kefés motor van, szénkefés motor van, abban ékszíj is van. Alapvetően az ékszíj nem megy tönkre, csak egy idő után kiszárad, és ilyen nyikorgó, furcsa nyikorgó hangot hallat mosás közben. Ha ez valakit idegesít, akkor ezt ki tudja cserélni újra, új ékszíjra, és akkor ez a hang megszűnik. Meg az lehet még, hogy egy idő után kinyúlik, de az nagyon ritka, hogy annyira kinyúljon, hogy elfrogjon a motor. Én még talán nem is találkoztam olyannal, de el tudom képzelni. Amúgy a Samsung ezekben a mosógépben és gépekben elég rossz szíjat rakott. Majd meg is mutatom, hogy mi a különbség az új szíj, amit én be fogok rakni, meg az a régi szíj közt. A másik amúgy meg, hogyha leesik a szíj, leesik az égszíj tárcsáról, akkor általában annak valami oka van. Tehát magától ez nem szokott történni. Mégpedig az ok az szokott lenni, hogy csapágyas a mosógép, és annyira mozog az égszíj tárcsa, hogy levezeti magáról a szíjat. Ez szokott történni. Hogyha leesik a szíj, akkor ott valami más probléma is van. Na hát akkor lássunk neki. Alapjában az előtöltős mosógépeknél nagyon egyszerű szíjat cserélni, mégpedig azért, mert a hátulját kell leszedni, de itt van mögötte az égszíj, de az a baj, hogy a Samsung nem rakott lemez hátulra, amit le tudnánk szedni. Ugye nagyon sok mosógépnél raktak ide lemez, pontosan azért, hogy az égszíjat könnyű legyen cserélni, de a Samsung nem rakott. Úgyhogy kicsit furmányosabb a cseréje, de nem okoz problémát. Megmutatom, itt leszedjük először is a tetejét. Ugye két csavar hátul. Akkor utána meg kell húzni hátrafelé, és lejön a teteje. Oké, tehát itt van az égszíj, ott az égszíj tárcsa, és az az égszíj. Na most miután leszettük a tetejét, el kell fektetni a mosógépet oldalra. Mégpedig ezt ajánlom, hogy úgy csináljátok, hogy a mosószer betöltő felére, ahol a mosószer fiok van, fellére fektessétek a mosógépet, mivel hogyha ebbe víz van, akkor erre folyjon ki, és ne a kezelőlap folyjon rá a víz belül a mosógépben, mert az katasztrofális problémát okozhat. Úgyhogy én úgy szoktam csinálni, van nekem egy ilyen Molnár kocsi, és erre ráteszem, és így elfektetem. Így. És akkor a következő lépés.
le kell szedni az alját. Ezt a műanyag, takarót, amit két csavar fog. Ott van egy, meg itt van alul egy. Ezt azért csináljuk, és akkor csak így el kell húzni, hogy a motorhoz hozzáférjünk. Mert a Samsung rakott be egy szíjfeszítő csavart. Ez is ritkaság, mert nem minden mosógépbe raknak. Na, tehát itt a motorunk, itt a szíjunk, és ott van fölül az a fényes a dob égszítárcsája. Lehet hallani, hogy forgatom a szíjat, ilyen nyikorgó hangot ad. Nem tudom, hogy lehet-e hallani majd a videón. Na mindegy, lényeg az, hogy itt van alul egy csavar. Ezt egy 13-as villáskulcssal kilazítjuk. Nem kell teljesen kitekerni, csak kilazítani. És amikor már ki van lazítva, akkor megfogjuk a motorunkat, és betoljuk. Még kicsit jobban lazítani kell, mert ez a csavar, ez a feszítő, motor feszítő csavar, de nekünk kell beállítani kézzel a feszességet, ez csak a rögzítő csavar tulajdonképpen. Tehát, hogyha eléggé ki van lazítva, akkor utána, ja, már be is van, betoljuk a motort, hogy közelebb legyen a két tárcsa egymáshoz. És akkor ilyenkor célszerű, amikor teljesen be van tolva, megfeszíteni csavart, hogy amikor felállítom vissza a mosógépet, ne ugorjon le a motor. Mármint, hogy ne jöjjön vissza hátrafelé a motor. Most így meghúztam, tehát nem tud elmozogni. Tehát ezzel azt értem el, hogy a szíj az lazább lett. És akkor most visszaállítom lábra a mosógépet. És ide jövök, leveszem a kamerát a állványról, vagy a telefont, és ide jövök. Ugye a dobot így el tudom magam felé húzni, kicsit mozog, megpróbálom elhúzni, és be kell nyúlni, és a szíjat szépen le lehet csúsztatni a tárcsáról, mert ugye annyira laza már, meg ez a szíj amúgy is meg van nyúlva. Tehát csak így szépen lehúzom, akár pörgetni is lehet, akkor könnyebben lejön. Így lejött, és akkor utána alul nem látszik, de szerencsésen kiakadt a motorból, és így akkor így ki lehet emelni a szíjunkat. Na most az a régi szíj, és hol van? Ja, itt az új szíj. Ja, megmutattam, hogy mi a különbség. Próbálom legalábbis. Remélem látszik valamennyire. Azért ez a régi szíj ennyivel hosszabb, ki van nyúlva. Pedig a méret ez ugyanaz, 1270 mm hosszú, és ez is, hol van, ott van, 1270 mm, tehát a hosszú ugyanaz, meg ha megnézzük, ez egy ilyen valami gumis izé, gumiszí, nem is, nincs is a külseje, nincs is normális szövet rajta,
Ez egy eléggé gyenge minőség. Ez sokkal jobb minőség az új szí. Sokkal jobb minőségé az új szí. Ez. De hát nem tudom. Attól függetlenül még működött a mosógép, csak ez hangos. Hangos volt, így nyekergett. Na most megpróbálok oda bevilágítani, meg felrakni a kamerát állványra, hogy hogyan szoktam visszarakni a szíjat. Ugye ez rövidebb szíj, tehát itt azért rá kell forgatni az égszítácsára majd a szíjat. Még így is, hogy alul föl van lazítva a motor, vagyis hát közelebb lett hozva a motor a két tárcsa egymáshoz. Azért ez nehezebben fog rámenni, mint a régi kinyúlt szíj. De felállítom az állványra a telefont, és akkor megpróbálom megmutatni. Na, tehát beállítottam a kamerát, nem volt egyszerű. És ha így elhúzzuk a dobunkat, akkor látjuk, hogy ott van alul a motornak a tengelye. Na most így be kell dugni a szíjunkat, az új szíjat, és rájátszani a motor tengelyre. Nem tudom, mennyire látszik. Próbálom hátrébb vinni. Tehát a szíj. Így rá kell játszanunk a motortengerre, így fölül, föntről. Nem lesz egyszerű, kicsit szórakozni kell vele. És akkor utána itt elkezdeni rárakni a felső égszítácsára a szíjat és a másik ujjunkkal. Tehát itt lebiztosítjuk, hogy ne jöjjön el. Közben állandóan feszítjük, másképp lejönne a tengelyről a szíj. Tehát állandóan feszítjük ezzel az ujjunkkal, vagy két ujjunkkal. És elkezdjük szépen rájátszani a szíjra. Akkor a tengelynél odafigyelünk, hogy azon a csavaron átmenjen. És akkor utána szépen így rakjuk a felső égszítácsára. És amikor már feszes, jobban nem tudjuk, akkor elkezdjük tekerni a tárcsánkat. Tekerjük mindaddig, amíg helyre nem ugrik. Ennyi. Ez a pöcök útban van. Na, tehát ennyi. Nagyon nehéz ide be kamerázni, mert kicsi a hely. Tehát ennyi, nagyjából ennyi. Tehát először az alsó, a motor égszítácsára kell, motor tengerre kell rájátszanunk a szíjat, és utána szépen így rávezetjük a tárcsára, és amikor már nem tudjuk tovább rávezetni, elkezdjük tekerni a tárcsát, és magától rá fogja vezetni az égszíjat a helyére. Na most ezek után ne felejtsük el ráfeszíteni a motorra. Mindjárt fölfordítom megint a gépet, és megmutatom, hogy hogyan. Vagy hát elfektetem oldalra, és utána visszajövök. Tehát fölfordítottam a gépet, oldalra fordítottam, és ugye itt az új szíj, most meg kell nézni, amíg nem változtatunk a motorállásán, hogy fut. Most nem tudom, látszik, hogy aránylag egész jól fut, de azért léptetek rajta egyet, ilyenkor még tudunk rajta simán léptetni, hogy középen fusson a szíj. Erre figyeljünk oda. Pár szó körbe kell tekerni, hogy hova fut ki. Jó, most talán a középen van. Na, akkor föl kell lazítani megint a rögzítő csavarunkat.
utána be lehet nyúlni a motor alá, és hát attól függ, mennyire feszes a szív, meg mennyire tudjuk megfeszíteni, de én kézzel simán végig tudom húzni. Úgyhogy én ki is húzom teljesen a motort a végállására, és itt megfeszítem a csavart, vagy meghúzom a csavart, és ez jó lesz, elég feszes lesz. Különben gyárilag is teljesen ki van húzva újonnan a motor a végállásra. Úgyhogy szerintem az úgy van kitalálva. Itt meghúzzuk a motort, ezt a csavart, és akkor ez befeszíti a motort. Többet nem tud elmozogni. Leellenőrizzük még egyszer a szíjat, párszor meg kell pörgetni, hogy nem vezeti le a tálcsáról. Jó ilyen fut. Jó, frank, az középen van. Akkor mehet vissza a műanyag rögzítő, vagy hát műanyag takaró, ami tulajdonképpen semmi célt nem szolgál. Jó, ezt nem is mutatom, hogy hogy megy vissza. Két csavar, nem mutatom meg, hogy tekerem be a csavart. Utána azt fölraktam, utána visszajövök. Tehát visszaraktam az alját, visszaraktam a tetejét, és be is dugtam, és akkor érdemes célszerű egy centrifuga programot végigfutatni rajta, mielőtt visszarakjuk a helyére, teljesen bekötjük, mert ugye a centrifugánál kiderül, hogy a motor jó megy-e, az égszíjünk jó helyen van-e, jó fut-e, az egész rendszer rendben van-e. Úgyhogy most elindítottam a centrifugát. Ugye ilyenkor most szivattyúzik, úgyhogy ha egy vödröt aktok a kifolyó csőhöz, az se árt, hogy felfogjátok ezt a vizet, amit ilyenkor esetleg még ki tud nyomni. Már nem hiszem, hogy sok lenne belőle, mert ha lett volna, akkor az itt kifolyt volna. Ugye ki is folyt itt nekem egy kicsit. Ja, szuper, nagyon jó hangja van. Nem is hallani a szíjat, ugye látszik, hogy pörög. Teljesen jó. Úgyhogy ja, csináljátok egy centrifuga programot végig, egy ilyen 10 perces maximum sebességű, és hogyha frank, akkor nyugodtan visszarakjátok a helyre, rakhatjátok a helyére. Na, hát ennyi lett volna. Remélem hasznos volt valaki számára. És hát, hogyha kell valami segítség, szóljatok nyugodtan. Sziasztok!